közösségi média elengedhetetlen része a kommentek, ugye kapunk, írunk, én nem tudom, te szoktál egyébként kommentelni? Én kommentelek, hogy kommentelek. Soha? De hogy szoktál kommentelek. Kapni? Persze. És van, amit mondjuk úgy nem akarsz úgy befogadni? Úgy becsukod a szemed, vagy ez a rámész a dilétre, vagy letiltod az ember? Van olyan, akit letiltok, igen. Tényleg? Tehát, van ez a... De miért? Hát kirúgod igazából, a van. Igazából azt nem, mondom, nem, nekem hagy... szabályaim vannak, tehát hogyha valami vallási, politikai, akármi irányt belevisz, akkor... Jó, de hát itt vannak velünk a vendégek, ugye a Lindbacher Tivadar szociológus és Szénviki énekesnő, ebben a témában fogunk beszélgetni. Én azt mondom egyébként, hogy nekünk el kell fogadnunk összereplőnek a kommenteket, mert igazából mi tesszük ki ezeket a dolgokat. Persze, pontosan, nem olvasom, elfogadom. Pontosan tudjuk egy közösség oldalnak a szabályozását, egyrészt szólásszabadság is van, tehát én azt gondolom, én például az én oldalon semmit nem törlök, ha nagyon-nagyon durva, akkor nagyon-nagyon kedvesen meg szoktam köszönni. Mentél, hogy csak a közösségi oldalakra gondolsz, de hát gondolom Tivadar szépen fel tudja vázolni, hogy ennek azért, mert a közösségi oldal az nem anonim, viszont az újságcikkek alatti, az meg az anonim, az a még durvább változata. Igen, bár ugye sokan felvállalják névvel is az eszmetlen ostobaságot, vagy akár tényleg úszító szövegeket is. Szerintem két külön témáról beszéltünk, vannak, akik tényleg igazából trollok, és vannak, akik nem trollok, és azok közül vannak, akik esetleg mondjuk buták, és vannak, akik mondjuk valóban konstruktívan tudnak hozzájárulni. Ugye ez a két nagy csoport, most valóban, aki tényleg csak azért akár kreál egy felhasználót, vagy akár egy hamis Facebook profilt, hogy csak mondhassa az állatságot, azt mondjuk meg tudom érteni, hogy mondjuk a moderátor, vagy akár te magad letiltod, mert az nem konstruktívan járul hozzá, és elég sok kutatás van arról, hogy ezek úgymond meg tudják fertőzni a normális kommentelőket, hogyha arra rögtön reagálsz, akkor ez egy ilyen hullavidát indít. Igazából nektek szociológusoknak ez egy aranybánya most, amit az online világ kitermelt, mert ez ugye előtte nem volt. Hát a téma az mindig van, de valóban a szabad internet, a nyílt kommunikáció az egy hatalmas nagy lehetőség, és ugye azért vannak veszélye is, most tényleg csak beszélünk arról, hogy a több ezer fős orosz, nem orosz, komment hadsereg. Véleményed van arról, hogy mondjuk szakmailag, hogyha mondjuk egy profilt nézünk, akkor mondjuk egy társadalmi réteget teljes mértékig le tudunk fedni, és el tudunk rajta gondolkodni, hogy egy közszereplő oldalán éppen hogy áll a társadalmunk, mondjuk? Hát figyelj, a kommentek helyes írásából elég sok mindenre lehet következtetni az online profil mögötti hát gondolkodásról, vagy akár összetett gondolkodással való képességről. Viki, de hát ugye rólad köztudott, hogy most már van barátod, szerintem inkább ebben a témában próbálnak téged ugye mondjuk támadni, vagy nem támadni? Annyira furcsa, mert vagy a szakmailag is támadnak? Nem vagyok egy ilyen megosztó személyiség. Szerintünk sem, nagyon annyira, kedves vagy. Szokin. Igen, hogy nem szoktak bántani. Nagyon-nagyon ritka az, amikor valaki bán, de ahhoz nagyon utálnia kell, és vannak olyan emberek, hogy gyűlöl. Jó, de téged viszont valószínűleg nőként. És akkor, hogy a halálomat kívánják. És tehát, nőként hogy... nem találnak meg? Tehát, hogy benned a nőt látják, és ezzel szoktak lenni ilyen obszcén kommentek, azokat nyilván törlöm, meg tiltom, mert azt nem, tehát, hogy nem akarom, hogy az oldalam el legyenek. Ugye a névtelenség az nagyon sok emberből kihozza ezt. Esetleg ezt is mondják, hogy közlekedésben azért dudálnak az emberek nagyon, meg azért bunkók gyakran, mivel nem látják az emberek szemtől szembe egymást, csak az autót látják, és ez a névtelenség, ez az anonimitás ugyanúgy megvan neten is, és nem tudják, hogy van a következménye. Anonimitás lehet, hogy van, de névtelenség nincs, mert nekem például fontosan ír egy Aranyhal című, nem tudom, lehet, ez bizonyára a valódi neve, azt gondolnám. Lehet, hogy a halacska, de valaki ott van azon a profilon. Hát persze, de a halacska ugye nem tudod, hogy ki nem ő. Tudom, ki ő is tudja, hogy lehet mögötte akár egy 60 éves nő, egy 14 éves fiú. De ő sem tudja, jönnek, én azt tapasztalom. No, azt gondolod? Csak a legdurvábbak, tehát van egy név, de látszik, hogy egy akkor létrehozott. Igen. Persze. Igen, van három ismerőse is. Neked mi volt a legdurvább, vagy az első olyan durva, aminél mondjuk elsírtad magad, vagy fölhívtad a barátnődet, mert engem nem hívtál. Egyébként... Majd legközelebb. Nem, egyébként tényleg nem nagyon van ilyen. Tehát, hogy voltak olyanok, akik negatív véleménnyel voltak rólam. Nagyon, tehát, hogyha inkább a szakmai
az, ami tud bántani, amikor tényleg olyan hozzászólás van, aminek van mondjuk szakmai háttere, és mondjuk én is tudom azt, hogy ez most nem úgy sikerült. És akkor nekiállsz, hogy meg akarod magyarázni? Nem, én nem szoktam válaszolni, de azokkal én sem törődök, ami mögött érzem, hogy mi lehet egyébként a megoldás. Beszélünk, hogy az Andi azt az utat választja, hogy ő letörli. Nem, a sima kritikát, nem ezeket igen. A durvákat. Igen, a sima kritikát tényleg. Miki ugyanazt választja. Ez az egész jelenségre ugye, nincs megoldás, tehát hogy mondjuk van az internet, az nagyon sok lehetőséget és nagyon sok úgymond veszélyt vagy nehézséget is teremt. Erre nem lesz megoldás, hogy a troll kommenteket kiszűrjük, vagy az megszűnik. De mondjuk a közösségi oldal például alkalmas arra is, hogyha most csak arról beszélgetünk, hogy különböző szavakat beírjunk, és hogyha ő azt beírja, már eleve nem tud odaírni. Tehát tudjátok ezt egyébként vágni, meg kontrollálni? Van egy olyan funkció is, hogy úgy hájdolod, tehát úgy tünteted el a kommentet, hogy a maga, aki írta, ő nem látja. Azt látja, hogy nem reagál rá senki, igen. És így megszűnik a motiváció is, mert ugye ezek az emberek, ezek a trollok abból élnek, hogy figyelnek rá, minél inkább megosztó dolgot írnak le, annál több reakció érkezik. Szóval az egyébként, amikor mondjuk jól pörgő oldalaknál, mondjuk nem az Andi, mondjuk az enyém, különböző cégek is megjelennek, és oda kommentelik mondjuk a saját cégüket középre, ugye nagyon magas a belső forgalom, és... Guerilla marketing, ez önmagában nem trollkodás, ez egy üzleti stratégia. Üzleti modell, egy új üzleti modell. Akár. Majd átadok egy jó párat. Jó? Hát erre használod. Ja, én igazából használom ezt a dolgot. Jaj már. Te egyébként megmondod, Viki, azt, hogy mi az, amit felteszel? Pont ezért? Tehát mielőtt megnyomod, hogy a küldés gomb, vagy nem tudom éppen melyik gombot kell használnunk, akkor te átgondolod még egyszer, hogy akkor helyesírás biztos, hogy jó. Értelmeset írtam el, jó a posztom, jól nézek ki, megvolt-e a filter? De azt egyébként is a önmagamra való igényesség miatt átnézem azért helyesírás, meg hogy azért ne osztak meg baromságokat. Jó, de hát most, amikor mondjuk mész a kocsival, írsz gyorsan egy posztot, mondjuk, hogy itt vagy nálunk a Femárom Caféban, elütsz egy gombot, azt szerintem simán belefér. Azt egyébként úgy szoktam, hogy pontosan elütök egy gombot, ilyen van meg, hogy a telefon kijavítja, és nem és akkor írják észre. Alatt, hogy te nem normális. Nem, igen, a páromnak meg van látszik, adva. Hogy mi az, ami elütés, tehát szerintem rettentően látszik, és mi az, ami helyes írás hívva. Az elütés, meg a nyelvtani helytelenség, az ugye teljesen más. Az elütésbe elkezdenek belekötni, hogy te milyen hülye vagy, hogy nem. De nem, a páromnak meg van adva a bejelentkezőm, és ő kijavítja. A párom kijavítja, tehát hogy ő, neki megvan adva a kódom, és kijavítja. Ennyire jóba lettetek? Ennyire jóba. Úgyhogy ő neki megvan adva a feltámazás, hogyha lát ilyet, javítsa ki, mert hogyha én nem veszem észre, épp vezetek, vagy bármi, akkor de ez igen. Oda-vissza megvan ez a kódcsere? Megfigyelitek is egymástól, vagytok a városban? Nem, de más a hivatalos oldalam, mint a privát oldalam. Jó, hogy a privát oldalhoz nincs belépő. Nem, ahhoz nincsen. Csak admin a hivataloson. Mm. Kutatjátok ezt sokat, Tivadar? Ezeket a netes online jelenségeket, amik most újszerűek? Jelenleg én last minute színházjákkel foglalkozom, de nagyon sokat foglalkoztam online hát kutatási eszközökkel, és például mondjuk egy ilyen online névtelen ilyen fókuszcsoport vagy chatszobban nagyon alkalmas lehet arra, hogy például mondjuk kisiskolásoknak még mielőtt találkoznak, lehetőséget teremteni arra, hogy anonimon beszélgessenek, és lehet, hogy olyan emberekkel is összebarátkoznak, akiket egyébként lehet, hogy kiközösítenének. Aha. Akár mondjuk tényleg bármilyen kisebbségről beszélünk, ha online, hú, te is ezt szereted, azt szereted, mert ott csak egy avatar van, még akár csak fénykép sem, és utána pedig azt a mindenit, hát én nem így képzeltelek el, de végül is miért nem barátkoztál? Ez tényleg például a te lányodra is veszélyes. Persze, hogy veszélyes, résen is vagyunk. Igen? Persze. Lehet, hogy rám kéne bíznod. Megkapnám az adminját és kezelném, mint a Viki. Nincs Facebookon. Tényleg? Nincs. De jó, hál' Isten. Megedjük. Hát nem tudom, hogy ez a fajta, ez minek tudjuk nevezni? Van erre valamilyen hát ez szakszó? Amerikában nyilván ennek nagyobb hagyománya van, szerencsére nálunk ez nem annyira jellemző, ez a bullying, ez az erőszakoskodás, vagy hát tényleg, ennek nincs rendes magyar szabály, és ugye megvan ez online bullying. Új emberfajta, mi akkor úgy nevezzük itt Magyarországon. Ja. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy jöttetek. Kitartás a social médiára és minden másra nektek. Én bírom ennyi. Sziasztok. Én bírom.